Legutóbb szeptember elején jártunk a felújítás alatt álló Bonyhádi sportpályán. Akkor éppen teljes gőzzel folytak a munkálatok. Ködő Loránd, a Bonyhádi Sportközpont igazgatója izgalommal mesélte a beruházás részleteit. Beruházás remekül áll, a kivitelező 90%-os készültséget fog jelenteni a jövő héten. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a rekordtán futópálya az teljesen kész van, apróbb simítások vannak még a sporttechnológia részében, de nagyjából készre jelentette az alvállalkozó. Ha szintén körbenézünk, akkor korlátot látunk, kerítést látunk már, térkőburkolatok még nincs teljesen kész, hiszen az majd vannak olyan részek, amik a végső stádiumban fognak elkészülni, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a 90%-os készültség az megállja a helyét, szervizépület kész van, a kivitelező jelenleg belső munkálatokat folytat még a régi, illetve az új öltözőépületben, úgyhogy apróságok vannak még vissza, én azt gondolom, hogy az október végi átadás az tartható lesz. És ezek a mostani képek. Festik a korlátokat, a fű szeptember óta megerősödött, igaz játékra csak jövő májusban lesz alkalmas, és néhány belső munka van vissza. Jelenleg a sportpályán a műszaki átadás átvétel zajlik, nekünk a kormánnyal, hiszen kormányzati támogatásból egyedi döntés alapján valósul meg a beruházás. Évvégéig kell elszámolnunk, ennek sem lesz akadálya a beruházás jelenlegi állása szerint, és bízom benne, hogy jövő tavasszal, amikor már birtokba vehetik majd a sportolni vágyok, akár a focisták, akár az atléták, és mindenki, aki a szabad idejét ott szeretné eltölteni, akkor ezt jó szívem megteheti. Mert hogy, mondják az illetékesek, a pálya nem csak a versenysportot fogja kiszolgálni, hanem a város minden lakója számára rendelkezésre áll majd, ha mozogni is és sportolni kívánnak. És ezt a szerepet tölti majd be az új szabadidőpark is, mely hiánypótló a maga nemében, mert ahogy a város polgármestere elmondta, Bonyhád eddig nem bővelkedett játszóterekben. De ez most megváltozik. Első lépésben a szabadidőparkkal. Amikor én 1998-ban képviselő lettem, akkor többek között ez a terület is az én képviselői körzetemhez tartozott, az egykori strandnak a területe, és már akkor megfogalmazódott bennem egy olyan vágy, hogy ezen a részben kihasználatlan területen valami olyasmit kellene a városnak létrehozni, ami a lakosságnak a nagyon nagy részét szolgálja, és volt ugyan játszótér az elmúlt években, évtizedekben, de sosem abban a minőségben és abban a méretben, amit a lakosság joggal elvárhatott. Ugyan 22 évet várni kellett rá, de én most nagyon örülök annak, hogy ez a családi és pihenőpark megvalósulhatott. Még sok minden van vissza, de október 30-ára semmi akadályát nem látom annak, egyeztetve a kivitelezővel, akinek egyébként a kivitelezésre szóló szerződése november végi, tehát hamarabb be tudják fejezni a szerződés szerinti időhöz képest. Meghirdessük a lakosságnak, hogy át tudjuk adni majd közösen ezt a családi és pihenőparkot. Várunk mindenkit szeretettel, hogy használják egészséggel a legkisebbektől az idősebbekig, hiszen mindenkire gondoltunk. Gondoltunk azokra a szülőkre, családokra, pici gyerekek vannak, be van kerítve a játszótér, a pihenőpark, nem kell félteni a piciket attól, hogy kiszaladnak az autók elé. Gondoltunk a nagyobbakra, akik már szeretnek egy kicsit önállóan külön felfedezni dolgokat. Azokra a fiatalokra, akik szeretik a veszélyeket, itt a mellettem lévő skatepark is megépült öt elemmel. A megnyitón várunk egy csapatot, akik egy nagyszerű bemutatóval fognak minket szórakoztatni, de nem csak ezzel a bemutatóval készülnek, hanem egy oktatásban is részesülhet mindenki, aki szeretné ezt majd biztonsággal használni, hiszen az egészségünk ebben a szempontból is nagyon fontos. A sportcentrumban 2018 óta azon dolgozunk, hogy a családokat, a sportot, az ifjúságot összehozzuk, neveljük a gyerekeket, és ez is gyakorlatilag ez a szuper játszótér is hozzájárul ahhoz, hogy bonyhádi lakosságnak, a bonyhádi családoknak egy újabb olyan lehetőséget biztosítsunk, ahol hasznosan és pozitívan tudnak időt eltölteni. Ez egy olyan terület, ahol a család ide lejön, és gyakorlatilag egy egész napot el tud tölteni. Minden korosztály részére próbált az önkormányzat, illetve sportcentrum valami aprósággal szolgálni. A gyerekek játszhatnak a játszótéren, vannak itt főzőcskézési lehetőségek, van skate pályánk, illetve kosárlabda pályánk is, úgyhogy gyakorlatilag
az lesz az első, és hogy egy gyaládommal ide lejövök, és egy jót játszunk ki, mihez ért éppen, vagy mivel akar foglalkozni. A mai fiatalok mindenre kaphatók, így az extrém sportokra is, és ezt két, meg hasonló extrém, vagány, fiatalos, dübörgő mozgások azért divnak, és azért Európa szerte, illetve Magyarországon is nagyon sok helyen látunk már hasonló sporteseményeket, tehát Magyarországon, ugye Bonyhádon is miért nem lehetne ilyet megvalósítani, meg fogjuk találni a megfelelő személyeket rá. Nem egyszerű azért ez a sport, tehát azért a veszélyforrás is benne van, de én azt gondolom, hogy mai fiatalokat ilyenre azért rá lehet venni. És várjuk azokat a családokat is, akik majd szeretnének csak itt a parkon belül közösséget építeni, együtt sütögetni, főzögetni, mert hogy erre is lehetőség lesz. Van a város területén több helyen olyan kondipark, amit fiatalok használnak szeretettel, de ezek az elemek, amelyek itt találhatók, ezek a kondi elemek kimondottan időseknek a megmozgatására szolgál. Olyan izomcsoportokat és olyan testmozgást lehet rajtuk végezni, amit bátran elvégezhetnek akár 70 év, 80 év felettiek is, hogy a mindennapos testmozgásuk meglegyen. Úgyhogy tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Remélem, hogy nagyon fogunk rá vigyázni, hogy sokáig ez megmaradjon, értéke legyen, és egy olyan központja a városnak, ahova szívesen tölti mindenki a szabad idejét.